A mondatok eseményszerkezete. Igen, tudom, kissé ködbejtő a cím, de ígérem, hogy a videó végén kisüt majd a nap. Ugye te is szoktál legózni meg kirakóst játszani. Mit teszel olyankor, amikor például egyes elemek nem illenek össze? Remélem, nem hajtod el őket, hanem addig keresgélsz, ameddig megtalálod a társaikat. Valami ehhez hasonló történik a szavak kiválasztásakor is. Kísérletezzünk! rajzolt le a következőket. Főz, olvas, ül. Kérlek, állítsd meg a videót, ameddig elvégzed a feladatot. Üdv ismét! Vesd össze a rajzaid a társaidéval. Milyen hasonlóságokat fedezel fel bennük? Hasonlítanak esetleg ezekhez az illusztrációkhoz? Hmm. vajon honnan tudhattam, hogy az általatok készített rajzok hasonlítani fognak az általam kiválasztott illusztrációkhoz? Szó sincs arról, hogy varázsló volnék. Egyszerűen arról van szó, hogy a megadott cselekvéseket, eseményeket nem tudjuk elképzelni bizonyos elemek nélkül. Együtt járnak, összetartoznak. No, de vajon mi határozza meg ezeket az elemeket? Az igen, Természetesen az ige határozza meg, hogy milyen más elemnek kell megjelenni a mondatban ahhoz, hogy azt ne érezzük hiányosnak. A főz ige például két elemet vonz maga köré. Ezek a valaki, egy személy, és a valamit. Ők az ige vonzatai. A mondatot természetesen bővíthetjük más szerepű kifejezésekkel is. Valahogyan főz, valahol valakinek főz. Ezek az elemek azonban nem szükségszerűek, inkább kiegészítő jellegűek. Az ilyen szerepű kifejezések az ige bővítményei. Ugyanezt figyelhető meg az olvas ige esetében is. Meg az ül ige esetében is. most rajtad a sor. Gondolkodj el azon, milyen elemeket vonzanak maguk köré a következő igék cselekvések. Gondolkodik, elköszön, tervez, bemutat. Állítsd meg a videót, ameddig dolgozol. Nézzük a helyes megoldásokat. A gondolkodik ige vonzatai valaki valamint. Az elköszöné valaki, valakitől, valamitől. Tervez valaki valamit. Bemutat valaki valakit, valakinek. Láthattad, a mondatszavai nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. Éppen ezért mostantól puzzle elemekként fogjuk őket emlegetni. A fehér puzzle elem az igéjé. Annyi fület rajzolunk ennek az elemnek, ahány vonzata vagy bővítménye van az igének. A zöld puzzle elem az alanyi részé. Valaki, valami végzi a cselekvést. A sárka elem az ige tárgyi részét jelöli. Egyik ismertető jegye a té is. A lila elem az ige határozói részét jelöli. Ide azok a kifejezések kerülnek, amelyek a cselekvés körülményeire vonatkoznak. Például hol, mikor, miért, kivel történtek az események. Láthatod, nagyon sokféle toldalék jellemzi ezeket az elemeket. Nézzük, hogy néz ki a gyakorlatban a mondatok puzzle szerkezete. Mit tesz a fiú? Biztos vagyok benne, hogy több válasz lehetőség is megfordult a fejedben. Íme pár saját példám. A fiú beledobja a hulladékot a szemetesbe. A rövidnadrágos fiú beledobja a szemetet az utcai szemetesbe. Péter beledobja a szemetet a kukába. Ami közös a három mondatban, hogy a beledob ige három elemet vonz maga köré. Egy cselekvőt, valaki, egy eszközt, valamit, meg egy helyszínt valahová. Az első mondat puzzle szerkezete tehát így néz ki. A fiú az alany rész a cselekvő, a hulladékot a tárgyi rész ismertetője a tévégződés. Végül a szemetesbe a határozói rész, ugyanis a cselekvés körülményére utal. A helyszínére. Most rajtad a sor. Készítsd el a másik két mondat puzzle szerkezetét is. Íme a helyes szerkezetek. Remélem, sikerült megértened, hogy a szavak is egyfajta puzzle elemek, amelyek kapcsolatban vannak egymással. Az ige a puzzle központi része, ami összetartja és meghatározza a többi puzzle elemet. hát szavakkal. Itt gyakorolhatod a hallottakat. Jó munkát!